Debrecen egy nagyon intenzív fejlődési fázisban van, ennek okán is nagyon fontos koncentrálni, figyelni a városépítészeti örökségére. Ebben a gondolatkörben született meg az az elképzelés, hogy a város amennyiben anyagi lehetőségei ezt lehetővé teszik, akkor fordítson gondot, figyelmet és anyagi támogatást a városképi szempontból jelentős értéket képviselő építészeti örökség megóvására. Így indítottuk el a helyi egyedi védelem vagy műemléki védelem alatt álló épületek felújítási programját, az épített örökség védelmét szolgáló programot. Két nagyon gyönyörű épület újulhat meg a mostani döntésnek köszönhetően. Évente 200 millió forintot különítettünk el a városi költségvetésben, 2024-ben is és 2025-ben is majd erre a célra. Ennek a döntésnek köszönhetően Szent Anna utca 10-12 szám alatti társasház újulhat meg. Láthatóan a homlokzata gyönyörű, de nagyon elöregedett, közel 100 évvel ezelőtt készült az épület, és ennek a felújítási programja indul el, amely a jövő év végéig fejeződik be. A másik érintett épület pedig a Svetics Bérház a Piac utcán, amely szintén egy nagyon értékes Art Deco stílusjegyeket megjelenítő épület. Mindkét esetben óriási költség van a felújításnak, hiszen régi előregedett technológiával készültek, és nagyon fontos volt azt látni és felismerni, hogy a lakóközösségek saját erőből, a város támogatása nélkül nem tudják ezeket az épületeket felújítani. De hát a város hála Istennek olyan gazdasági helyzetben van, hogy ma már tud erre is megfelelő anyagi forrásokat biztosítani, és ennek okán együtt a lakókkal, a tulajdonosokkal építjük és szépítjük a várost. Én köszönöm nekik is az elköteleződést, mert a város nagyjából a felét adja oda ezeknek a felújítási költségeknek. Itt a Szent Anna utca 10-12 esetében egy 400 millió forintos felújításról, beruházásról beszélünk. Tetőszerkezet, homlokzat, az utcai portálok, a nyílászárók megújítása szerepel a programban. Nagy feladat lesz, de nagyon örülök annak, hogy a városépítészeti értékeinek megújításához, megóvásához ezzel is hozzá tudunk járulni. Évek óta tervezzük a felújítást, csak nem volt rá elég pénz, és nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, mert így most meg tudjuk valósítani minden tervet, amit évek óta, tehát több mint 3 éve készülünk felújítani az egész épületet, és ez nem jött össze, mert valamiről mindig le kellett volna mondani. De így most egyenesben vagyunk, úgyhogy ezért pályáztunk, és nagyon örülünk neki, hogy megnyertük. Amikor így meglátom ezt a homlokzatot, akkor mindig visszatérek ahhoz, hogy egyszer muszáj, hogy ezt végigcsináljam, és régi fényében tündököljön ez az épület, és meg tudjuk mutatni még az unokáinknak is, mert ezt még meg lehet. Tehát hiába 100 éve építették, ez még épület, és ezt muszáj, hogy megtartsuk.